Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Hajósi és Császártöltési Felvidékiek Kulturális Egyesületének rendezvényén, melynek helyszíne rendhagyó, de az október végi kulturális estel egyesületünk már hagyományt teremtett. Köszöntöm Hajósváros polgármesterét, Estok Mihályné Szalcer Erzsébetet, Lánycsók polgármesterét, Hadra József urat, a Városi és Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Ezúton köszönöm nekik, mármint polgármesterasszonynak és a Hajósi Önkormányzatnak, egyesületünk nevében az anyagi és erkölcsi támogatást, és azt is, hogy ma egy csodálatos épületben lehetünk együtt. Köszöntöm Hajósváros díszpolgárát, Söl Máriát, köszöntöm a Bonyhádi Felvidékiek Egyesületének megjelent tagjait, és végül az est fellépőit, a Lánycsókról érkezett vendégeinket, az egyesület elnökét, Sinkóni Erdősi Gyöngyit. Hálásan köszönöm, hogy elfogadták felkérésemet. Korábbi rendezvényeiken általában egy-egy település hagyományőrző csoportjai léptek fel. Tánccsoportok, népdalkörök, esetleg valamely hangszert megszólaltatók. Az előző évben nem így volt. A felvidéki nagyfödémes település irodalmi színpadának öt tagja a magyarság történetét, történelmét felvonultató prózai műveket, verseket és dalokat adott elő nagy sikerrel. Velük, a nagyfödémesiekkel, Lánycsókon ismerkedtem meg. A lánycsókiakkal pedig évekkel ezelőtt Bonyhádon. Ugye mindenki hallott már ezekről a településekről. Mi a közös bennük és a mi városunkban? A sorsunk, a múltunk, a jelenünk és talán a jövőnk is. Ma ismét ebbe a közös sorsba nyerünk bepillantást a Lánycsóki Felvidéki Hagyományőrző Kulturális Egyesület zenés-irodalmi összeállításában. Fogadják szeretettel! A Lánycsóki Felvidéki Hagyományőrző Kulturális Egyesület nevében én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és külön köszönöm Katinak ezt a lehetőséget, hogy itt az egyesületünk nem csak zenés-irodalmi, hanem egy kicsit történelmi műsorral is Önök elé állhat. Nagy izgalommal készültünk, ez az ősbemutató, tehát ez az első alkalom, hogy ezzel az összeállítással így kiállunk közönség elé, és bízom benne, hogy mivel közösen voltunk, a jelenünk is már itt az elmúlt évek tapasztalata alapján összefoglalott, hogy ez a jövőben is így marad, és mint egyesületi formában akár pályázatok, akár határon átnyúló programok keretében továbbra is együtt tudunk majd dolgozni. Kérem, fogadják sok szeretettel a műsorunkat, melynek címe Amiért magyar vagy, el kell innen menned. Emlékezni kell, felejteni nem szabad. Emlékekből él az ember, és múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, sőt. A magyarság 20. századi történelme tragédiák sorozata, melyek hiába valóan érték nemzetünket, ha nem ismerünk meg azokat a maguk valójában. Ha nem vonunk le belőlük értelmes következtetéseket, ha nem tudatosítjuk gyermekeinkben, unokáinkban a mi érteket. Múltunk ma is alig feldolgozott, mondhatjuk inkább elhallgatott fejezete a felvidéki magyarság kitelepítése, reszlovakizációja és deportálása. Ma a benesi álmokfutást felelevítve emlékezünk, a jogfosztásokat elszenvedőkre sokan már nem lehetnek közöttünk, sokan már nem érhetik meg azt, hogy kimondja valaki a 21. század egyesülő Európájában, bocsánat, te szegény magyar, hiába szenvedtél, üldöztöttél. Thank you.
1918-ban alapított első csehszlovák köztársaság lakosságának alig felét tették ki a csehek, a németek 20, a szlovákok 17, a magyarok aránya pedig 4%-os volt. Az ország 1938-39-es felbomlásáért Edvard Beneš elnök és a politikai elit többsége a nemzetiségeket, elsősorban a németeket és a magyarokat okolta. Az emigráns csehszlovák kormányzat ebből a magyarázatból fakadó etnikai tisztogatással kapcsolatos tervei akkor fordultak komolyra, amikor a német vereség kézzelfogható közelségbe került. A Beneš által előadott ötlethez 1943. decemberében Sztálin elvi beleegyezését adta. 1945 nyarán pedig még egyértelműbben fogalmazott a szovjet diktátor. Mi nem fogjuk zavarni magukat, üzzék el őket, hadd tapasztalják magukon, mit jelent mások felett uralkodni. A felelősséget igyekeztek a kérdésben a csehszlovákokra hárítani, nem utolsó sorban azért is, mert a nyugati szövetségesek vonakodtak a felvidéki magyarság egyoldalú kitelepítésétől. A II. Világháború után 1945 tavaszától augusztusig tartott Csehszlovákiában a vad kiűzés, Wildefeldtreibung, a szlávállamban élő németek és magyarok sokszor kegyetlenséggel, gyilkosságokkal párosuló, spontánnak hazudott eltávolítása. Emlékeznünk kell arra az időre, amikor egy csehországi munkára hurcolt, fiatal leányt börtönbe zártak, mert lemerte írni ezeket a sorokat. Hideg téli estén, sok csendőr s katona. Nagy teherautó nyújt hozzánk, szászámra. Kihirdették rögtön a végítéletet. Amiért magyar vagy, el kell innen menned. Szétszórtak bennünket, mint hulló levelet, kit erre, kit arra kergetnek a szelek. Morvaország földje, Csehország fenyvese, szomorú magyarok könnyével van tele. Mindkét ország földjét magyar könny áztatja. Verje meg az Isten, aki ezt csinálta. Bízzatok, testvérek! Isten adjon hitet nehéz sorsotoknak elviseléséhez. Gondoljunk a sorsunk jobb fordulására. Minden magyar kezét kulcsolja imára. Bízó reménységgel tekintsünk az égre, buzgó imádsággal a jó Istent kérve. Szidónia Dedina, Edvard Beneš a Likvidátor című, ma már csak antikváriumokban felelhető könyvéből számos döbbenetes, eddig nem ismert tényt és eseményt tudhatunk meg. Az egyik legdrámaibb történet a 30 ezer bűni német kiűzése, akiket gyalogmenetben hajtottak a német határra, nem kímélve az öregeket és a gyerekeket sem. Akik nem bírták, azokat agyonverték vagy lelőtték, akár csak a pesti zsidókat 1944 telén. A fogságba esett német katonákat lágerekbe hurcolták, ahol kínozták, éheztették és szisztematikusan gyilkolták őket. A csehek, illetve szlovákok hasonlóan embertelenül bántak a magyarokkal is, mint a németekkel. A Beneš dekrétumok a két nemzetiséget mindig együtt említik, így a magyarokkal sem bánhattak sokkal finomabban. Thank you.
sebezhető. Gondosan nevelt egy jó család. Ember élet oly könnyen megtörhető, ha bármikor fegyvert szegeznek rád. Talán lesz még egy életem, talán még újra kifejezetten a németek és a magyarok ellen irányult. A rablással, gyilkossággal kísért erőszakos kitelepítések, a határon való átfekeztések ekkor már persze hónapok óta zajlottak. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám. Jó magyarnak lenni.
Szép erdő, imádság című verse, mintha az elüldözött magyarok imája lenne. Amikor a vagonba terelték, amikor menekültek a Dunajegén, amikor szöktek az embertelenségből. Ki ülsz az égen a vihar felett, én Istenem, hallgass meg egyet. Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyunk, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rám, bűnét ne keresd. Bocsáss meg néki, sajnáld, szeresd. Bocsáss meg néki, szeresd, vigyázz rá, Istenem, Atyám, el ne vesszen veszélytő éjszakán. 1946. november közepétől 47. februárjáig több mint 44 ezer magyar, egész családokat, öregeket, gyermekeket deportáltak karhatalmi erőbevetésével Csehországba. Az elhurcoltak 6602 házat és 3884 hektárnyi földet hagytak hátra, amelyek cseh és szlovák nemzeti gondnapok felügyelete alá kerültek. Leplombált, fűtetlen marhavagonokban megkezdődött a magyarok elszállítása a németek által kényszerűen elhagyott Szudéta vidékre. Egy másik akció keretében pedig körülbelül 20 ezer magyart rajtaütésszerűen éjjel álmukból felverve a magyar határa toloncoltak és ott hagytak.
Ugyanis a csehszlovák fél rendre megsértette a megállapodásban kikötött vagyoni paritás alapelvét, igyekezett a kitoloncolás érdekében minél több magyar háborús bűnösnek nyilvánítani. Felvidék. Akkor még nem értem. Nekem csak mesélték, ahogy nagyapáim a vagonhoz vitték. Mikor ki nem vallotta szlováknak magát, adhatta másoknak addigi otthonát. Nem voltam akkor ott, csak hallottam róla, hogyan lett sirató minden magyar nóta, hogyan lett kesergő minden magyar ének. Mikor búcsút mondtak őseik földjének, mikor búcsút mondtak a szép felvidéknek. Nem látták szemeim azt a néma búcsút, ahogy a nagyapám bezárta a kaput, ahogy a nagyanyám könnyeit törölte, szorultak kezeik egymásba, ökölve. Itt éltek azóta, s itt haltak, szinte mind. De sohasem feledték az otthont, és azt a kint, és én sem feledem, bár nem velem történt, de nem lehet feledni azt a régi törvényt, nem lehet feledni, és nem fogom soha. Fiaimat egyszer elviszem majd oda. Mikor majd megértik, mikor majd rájönnek, vannak néha igaz, fájó férfi könnyek. Teljen el még 100 év, vagy akár még 1000, az a föld akkor is mindig magyar legyen. Mindig magyarul zúgjon ott a vihar, magyar szél táncoljon Ipoly habjaival. Mert határokat szabni csak a testnek lehet, de a lelkünk szabad. És bárhova mehet, Pozsonyba, Nyitrába vagy Krasznavorkára, felvidéki falva, bármelyik zugába. Amíg azt a földet szívünkben őrizzük, emberi erővel el nem veszik tőlünk. Őrizzük hát mindig, ne feledjük soha. Kegyetlen rablóknak, sose adjuk oda! Eközben újabb akció indult a magyar kisebbség létszámának gyors és látványos apasztására. 1946 nyarán rendeleti úton lehetővé tették a leszlovakizációt. A magyar nemzetiség megtagadásáért, a visszaszlovákosításért cserébe automatikusan megszűnt a jogfosztottságának otthon. A leszlovakizáltak visszakapták állampolgárságukat, maradhattak otthonukban, művelhették földjeiket, és az ígéretek szerint deportálás, illetve áttelepítésen fenyegette többi őket. A kisebbségi sorban élő magyarokat legalapvetőbb emberi jogaik egyikében, nemzeti identitásuk vállalásában is megzsarolta a dél-szlovákiai régió etnikai átalakítását célú kitűző hatalom. A visszaszlovákosításra mintegy 400 ezeren jelentkeztek. Több mint kétharmaduk szlovákságát ismerték el a hatóságok. A szlovákiai magyarok egyéni és kollektív emlékezetében a reszlovakizáció ma is közösségi tabunak számít. A lakosságcsere során körülbelül 110 ezer magyar és 73 ezer szlovák cserélt határt. Volt apám, volt anyám, volt Istenem, volt
hazám, volt bölcsöm, lesz szemfedőm, volt csókom, volt szeretőm. Elvették az életem, mi maradt, az is sérelem. Egy emberöltős, így vagyok, adtam, semmit nem kapok. Telepítettek, elűzöttek, Csehországba deportáltak helyére, mintegy 65 ezer szlovák lakost költözött. A helyzetet tovább rontotta a reszlovakizáltak asszimilálását célzó politika. A magyar nyelv erőszakos kiszorítása számos területről. Paradox módon a lakosságcsere egyezmény és a reszlovakizáció Csehszlovák államhatalom akaratával éppen ellenkezően mégis a magyar közösség megmaradását szolgálta. A lakosságcsere korlátok közé szorította a felvidéki magyarság üldözését, a reszlovakizáció pedig több százezer embernek a túlélés, a nemzetiségi túlélés lehetőségét biztosította.
hogy az a kötél, amelyen egyensúlyozva a biztonságát keresi, egyik végén nincs kikötve, gyakran feladja a küzdelmet. Mégis, az évszázadok fölött átívelő kötélnek újra és újra akad vándora. Mert azt a kötelet dacból és reménységből fonják. Az egyik vége a hallgatak temetők mélységeibe. A másik a szárnyaló dalok és táncok magasságaiba kapaszkodik. Csak így maradhattak a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarok, szlovákok, románok, németek, szerbek, cigánok és mások, mindmáig azok, amik. A felvidéki magyarságot sem a kegyelet, hanem a belső tartása őrizte meg. Vállalta, és végigvitte sorsát. Úgy védekezett, hogy fontosnak tartotta értékeit, gyermekeibe mentette át. Mint az erdő, amikor rátörnek az őszi, téli fagyok. Edward Benes a 20. század legjelentősebb és egyben legvitatottabb politikusai közé tartozik. Általános elismerés övezi, amiért diplomataként nagy érdemei voltak Csehszlovákia megalakulásában, míg a másik oldalon éles bírálatok érik azért, hogy 1945 után hírhedt dekrétumai alapján lettek jogfosztottak a csehországi németek és a magyarok. A dekrétumok érinthetetlenségét a cseh parlament 2002. áprilisában nyilatkozatban erősítette meg. Megkérdőjelezhetetlenek, érinthetetlenek és megváltoztathatatlanok azok a jogi és vagyoni viszonyok, amelyek Edward Benes volt csehszlovák államfő II. Világháború után kiadott dekrétumai alapján keletkeztek. Állapította meg az a politikai nyilatkozat, amelyet akkor egyhangulag fogadott el a cseh képviselőház. Benes 1948. szeptember 3-án elmondta. Ilyen esetekben mondják általában békekorait. De emléke máig él, és dekrétumai érvényben vannak ma is. Az az apróság, hogy a dekrétumok összeegyeztethetetlenek az Európai Unió alapjogi chartájával, senkit sem érdekel. Életnagyságú szobrát 2005. május 16-án állították fel Prágában a cseh külügyminisztérium székhelye előtt. 2007. szeptember 20-án a Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezésére a szlovák parlament összes pártja, kivéve a magyar koalíció pártja, megszavazta Benes dekrétumok sérthetetlenségéről szóló 1487/2007-es számú határozatát. E tény tiltakozást váltott ki német, osztrák és magyar részről. A parlamenti szavazást rendkívül indulatos magyar ellenes felszólalások előzték meg. A dekrétumok miatt Liechtenstein volt az egyetlen állam, amelyik nem fogadta el Csehország sem Szlovákia függetlenségének kikiáltását. A hercegség 1945-től 2009-ig ragaszkodott álláspontjához, nehézségeket rögzítve ezzel többek között Szlovákia 2003-as európai gazdasági térséghez való csatlakozása elé is. 2009-ben viszont Liechtenstein mindkét országot elismerte. Szlovákiában ma is alkalmaznak néhányat a magyarság és németség kollektív bűnösségén alapuló rendeletekből és jogszabályokból. Elveszített kis szorítás,
beszédet mondatok. Elverszített ajtókon nem nyílik holnapot. Elverszített térképeken, elverszített jelek utak, illatait felét küldözgeti egy régi kert. Gyermekkori ösvények kavicsa csikordul emlékezésed léptei alatt. Hegyek és völgyek, erdők és mezők támadnak életre benned. Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsonnak, és mérhetetlenül vágyódsz oda-vissza, ahonnan a sors elszakított. Fáj, tudom, lelked eltépett gyökérszálai véreznek ilyenkor, és ez a fájdalom gyakorta visszatér. De elárulok neked egy titkot.
Ma már erre is tudok gyógyító kenőcsöt. Az ember egyet s mást megélt már, s egyet s mást tanult. Ha újra elműves sajgó fájdalmával a honvágy, gondolj arra, minden kép, amit mutat, már a múlté. Mintha egy régi fényképes albumba lapoznál. Ma már semmi sem azonos azzal, ami benned fáj. Nem csak az idő változott, megváltoztak a hegyek és a völgyek, az erdők és a mezők. Ma már nem olyanok, mint akkor voltak, már semmi sem olyan. Minden más, minden megváltozott, minden idegen. A meghitt régi utak, amelyekre visszavágyódik benned a honvágy, már nincsenek. Gyeplepi és bozót nőtte be őket. A barátságos kiskapu helyét idegen rács foglalta el azóta, és rá sem ismernél a régi házakra. Idegen színnel mázolták be új lakói, idegen lennél, dermesztő döbbenettel idegen, ha megállanál ma ott, egy régi küszöb nyomait keresve. Idegen. Így van ez, hidd el, és gondolj rá sokat. Hamarosan rájössz, hogy ami benned fáj, az nem is a honvágy, már csupán emlékezés. És mert emlékezés nem is fáj talán, mert szép az, hogy mindez volt, és úgy volt, ahogyan emlékezel reá. Jó, hogy van, mire emlékezz, ami szép. Gazdag vagy általa. Senki sem rabolhatja el tőled azt, hogy amire emlékezel, az gyönyörűen szép. Aztán nézz körül, és meglátod, hogy itt is vannak, mindenhol vannak erdők és hegyek, völgyek és mezők. És akkor a honvágy már nem is várt többé benned, hiszen miképpen is vágyhatnál arra, ami eltelt. Már csak emlékezel a honra, és amíg emlékezel, tervezgeted már az új hont magad köré, hogy legyen mire emlékezzenek a gyermekeid. Amiről végleg lemondom.
Önként lemondasz.